Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A hallgatók mai beszélgető társa. Vési János. És a telefonnál itt van velünk Ferenci Krisztina kolléganőm. Szervusz! Szervusz! Üdvözlöm a hallgatók! Narancsbőr címmel megjelent az a könyved, amelyben összefoglalod azokat a... Hány éve kutatod Orbán Viktor és családja vagyonosodását? Hát sok-sok megszakítással, 98 óta. 98-ban akadt először a kezemben egy főszerkesztő utasítással a téma, és aztán persze nagyon sok egyebet csináltam, de vissza-vissza tér hozzám azóta. És nem is ez az első könyvedet témában, hiszen Szüret címmel már megjelent egy... Igen, ugyanaz volt az alcíme az Orbán vagyonok nyomában, csak ez most Narancsbőr az Orbán vagyonok nyomában. Minden esetre 2006-ban jelent meg. Minden esetre te mondtál egy jó hírt Orbán Viktornak, a Narancsban megjelent interjútban azt mondtad, hogy na most akkor ezt a témát befejezed, tehát akkor Orbán Viktor föllélegezhet, ha olvasta a Naritba, amit mondtál. Nem hiszem, hogy ő ezt tartana. Nem gondolom, hogy azon a csoportban lennénk. De nem azért hagyom abba, hanem azért, mert ezt én elhatároztam, hogy eddig, és nem tovább, mert még vannak élet céljaim, amit Hogy szerinted nem kínos Orbán Viktornak, amit, hát ugye van az, hogy a köznép beszél arról, hogy ezt csinálják, azt csinálják, de az más dolog, amikor te tételesen végigmész, és azt mondod, hogy hopp itt egy föld, hopp itt ez, hopp itt az, hogy ez nem kínos hát, nekik? Hát még az se kínos, hogy a lopott fa ügyet végül is lefényképeztem, gyakorlatilag ez egy tettenérés volt tavaly február 7-én, Csabri Tükrös pusztán, és aztán egyszer csak a Story magazinban megtaláltam az esküvő után szeptemberben a fotót ugyanarról a traktorról, ahol pózol Orbán Ráhel és újdonsült férje Tibor István. Közben kiderítettem, hogy a rendszám az a Tibor István többségi tulajdonában lévő családi vállalkozás tulajdona. Na, várj, csak, hogy sorba menjünk. Ugye, már nem lehet. Elmentél, ugye ott éppen egy fát vágtak ki egy... Nem egy fát. Egy erdőt. Igen, úgy világos. Szóval fát vágtak ki az erdőben, és ott sokat. Valakik, akik nem az övék volt, és ott lefényképeztél egy traktort, és késő, amelyik ott dolgozott, és ugyanez a traktor feltűnt egy esküvői fókutó háttérreként, amint Orbán Ráhel, és hogy mondtad, ifjú hitvesen. Nem háttér, hanem ezen állnak. Ezen pózolnak. Tehát ez benne van a könyvemben a kétszínes felvétel. Hát a Népszabadság címlapján így van, és aztán nem akartak kihallgatni, pedig én mind a 63 képet, amit ott a helyszínen fotóztam, leadtam, megjelent a Népszabadságban az újságcikk már korábban a falupásról, akkor sem történt semmi, és most március 22-én jár le a meghosszabbított nyomozati határidő, tehát egy 12 nap múlva. Nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy a Nemzeti Nyomozói Iroda megtalálja-e a tetteseket. Csabdi Tükrös pusztán ez az erdő, ez egy karnyújtásnyira van a lagzi területétől, Tibor cég mellett. Szerinted mekkora lehet az a vagyon, ami az Orbán család, amire az Orbán családnak befolyása van? Meg lehet ezt mondani? Nem, ezt nem. Nagyságrendesen? Hát a könyvemben szerepel ez az utolsó fejezet, a Simicska fekete doboz. Tehát nem lehet megbecsülni, hogy például a közgép 453 milliárd, azt hiszem az utolsó, ahol tartunk, amit tudunk, hogy közpénzes megbízás, hogy ebből mikor, hogy, mennyi, kié, mert ugyanazt már tudjuk tételesen, hogy a közgép többségi tulajdonosa Simicska Lajos, de semmilyen más adatunk nincsen róla, hiszen még Mészáros Lőrinc a 88. leggazdagabb magyar, Simicska Lajos sehányadik, tehát még egyetlen egy top 100-ban sem szerepelt, mert vagy nem találnak adatot, vagy egyszerűen nem bizonyítható, hogy mennyi és hogyan van, és akkor azt nem tudjuk, hogy az Orbán és Simicska
páros együttműködéshez mire terjed ki, hogyan működik, milyen közlekedő edény ez. Ez kizárólag eszmei, mert én mondjuk azt feltételezem, hogy az egész Fejér megyei projektet nem egyedül Orbán Viktor találta ki, hanem azért ott a terepasztalnál erőteljesen tanácsokat adott a Simicska is, mert nem nagyon tudom másképp elképzelni. És ez egy nagyon hosszú távú projekt, aminek mi nem látjuk a végét, csak mindig időnként megjelenik egy eleme a terepasztalon, és akkor legfeljebb azt észlelem. Említetted Mészáros Lőrincet, ugye, aki ritka nagy karriert ért el, hiszen Magyarország az a nagy lehetőségek hazája, a falu gázszerelőjéből az egyik leggazdagabb magyar lett. Ugye a magamfajta laikusban az vetődik fel, hogy valóban ő lett milliárdos, vagy ő csak stróman ezekben az ügyekben. Hát én azt gondolom, hogy ő milliárdos, most már akkor is, hogyha bármi történjék, de azért nagyon-nagyon sokat tud veszteni, mert mondjuk elég a Búzakarász 66 felcsút Kft-ből, amit 2001-ben alapított, és hát szemlátomást az állami földek megszerzésére 1000 hektár fölötti területet nyert el az állami földbérlet pályázaton, amit ugyanabban az évben hirdettek meg vissza, és mit ad Isten, az első körben nyert. Az is. Nagyon sokat. Tehát mondjuk ott elég a tulajdonos váltás, ki kell őt pöckölni, és valaki a helyére lép, és abban a pillanatban nem az övé, az a 20 évre bérbe adott föld. Tehát nem ő gazdálkodhat már rajta. Hát ezt láttuk az elődjénél, Molnár Csabánál, aki az autópálya építéseknél volt hasonlóan kedvezményezett helyzetben, csak az első Orbán kormány alatt, mint most Mészáros Lőrinc a különféle közbeszerzéseken a cégével. Tehát erre megvannak a módszerek. A saját földjeit azt viszont már nem nagyon hiszem, hogy nagyon el lehet venni. Persze hát mindenféle zsarolási potenciája a politikának azért mindig van. Erre, mondom, a legegyszerűbb a céges földbérlet, mert ott csak egyszerűen ki kell nyomni a tulajdonost, és már is másé. Azért, hogy akarod. Hogy ugye itt azt is látjuk, hogy nem csak az Orbán család vagyonosodásáról van szó, hanem azokról is, akikkel ők jóban vannak. Vagy akár rokoni kapcsolatba keverednek vele. Tehát, hogy ez egy nagyobb kör. A rokoni kapcsolat az nagyon jó, mert gyakorlatilag minden egyes új házastárs a gyerekeknél az egy új ágat hoz be, ahová lehet közpénzt juttatni. Láthatjuk, hogy a Tiborc az energia szektorban ugye egy nagyon pici szegmest lefedő cégnél indult, és aztán az a cég egyszer csak hirtelen 3 milliárd fölé nőtt, ahol ő vezető, és hát mit ad is ilyen napenergia, napelem, tehát egy csomó olyan dolog, ami közpénzzel kapcsolatos, ezzel foglalkoznak, és egy darabig mit ad is ilyen közgép volt a tulajdonos, és akkor most mit egy fél éve becserélték a közgépet, valami két no-name, a nem létező cég lett a tulajdonosa, tehát gyakorlatilag legalizálódik a vagyon. Új nevek jönnek be a családba, akkor új néven lehet új vagyont szerezni. Szerinted ez tényleg egyáltalán nem zavarja azokat, akik ebben részt vesznek? Például, hogy te ennyi mindent tudsz és osztasz meg velünk róluk, tehát ez abszolút nem számít? Én azt gondolom, hogy ezzel a kétharmaddal semmi se számít. Én ezt csak azért csinálom, hogy ott legyen a könyvespolcon majd, és hogyha valakit érdekel, vissza tudja nézni, hogy mi történt itt. De miért nem számít? Hát itt van például most egy tök más történet, tudom, ez a szerencsétlen Simon Gábor történet. Hát tényleg elég csak finoman fogalmazunk, hogy furcsa a történet, szóval, hogy értem én, hogy miért tehát lehet ez nagyon, a... Nagyon gáz történet. Nagyon gáz történet. Tökéletesen egyetértek veled, hogy ezzel az afrikai útlevél előtt minden el nagyon gáz történet. De, hát ahhoz de már az útlevél előtt is nagyon gáz. De már az útlevél előtt is gáz történet volt, ebben egyetértek veled. De hogy ahhoz képest, ami, tehát nem akarom ezt kicsinyíteni ennek az erkölcsi súlyát semmiképpen. De hogy hát végül is apró pénz azokhoz képest, amikről beszélünk. Na jó, de hát hol vagyunk mi kommunikációban? Hol van a... Most már én nem azt mondom, hogy a balli boldal, mert én ezt elavultnak tartom. Azt gondolom, hogy a demokratikus oldal és a kevésbé demokratikus oldal mentén volna most már érdemes elválasztani a két oldalt. Hol vagyunk sajtóban? És főleg hol leszünk, hogyha így halad ez az egész dolog? Tehát az én kutatásaim eredményei azok
hol jutnak és hány emberhez jutnak el, milyen csatornákon. Még ha beleveszem a Népszabadság címlapot is, egyetlen egyszer írt róla a Magyar Nemzet, vagy a Köztelevízió egyetlen egyszer elmondta azt, hogy ott érdekes módon nem csak egy lagzi volt, hanem volt egy ilyen eset, és érdekes módon a Nemzeti Nyomozó Iroda mai napig nem találja a tetteseket. Volt erről egy hang is, lesz erről egy hang is. Egyetlen egy a Budai Gyula volt az, aki annyira mohón lecsapott a címlap sztorimra, amikor megírtam a Népszabadságba, hogy ő az őrökon anyázte a legtöbb földet Borsod megyében, hogy rögtön kiadott egy videót, és megfenyegette az egész sajtót és a teljes magyar nyilvánosságot, hogy aki átmeri venni, az beperlem, mert ez szemenszezett hazugság, azóta elvesztette első fokon a pert. De ezzel, hogy ezt hírül adta, elintézte, hogy átvette az MT, és ettől a jobboldali sajtóba is bekerült. De a Falupásnál ők ilyet nem hibáznak, tehát az nem kerül be a közmédiába soha. Hát igen, mondjuk amíg lehet. Köszönöm szépen, Kriszta, hogy mondtad, Ferenczi Krisztina kollégám volt a vendégem.